És itt vagyunk közben Csengelén, a szolgálat már itt sincsen. Úgy tűnik, hogy nem is lakják az épületet. És hát arrafele tovább van kis honfélegyháza. Na ezt nézzétek, és itt van az utcafront. Hát a falu az nem épp a közelben van. Legalábbis innen úgy tűnik, aztán majd mindjárt kicsit arrébb megyek, és akkor kiderül. És itt van még egy őrhely. De zárva van. És ezt nézzétek, itt is volt szerintem egy őrhely, ami már lebontottak, mert a villanyvezeték mutatja, hát valamiért elhozták eddig a villany, nyilván állt itt egy ház. És hát ugye tovább, ott már mutatja a tábla, hogy megállóhely következik. Az már Petőfi szállási tanyák lesz. És itt vagyunk Petőfi szállási tanyáknál már. Peron vége, és ott van az épület, ott sárgálik a háttérbe. És hát tévedtem, ez a egykori Petőfi szállási tanyák felvételépület. Járt itt egy rádió, egy rajongó is, nézzétek. És arra fele van Petőfi szállás. Innen már az sincs messze. Ez a sárga épület, az szerintem egy egykori szolgálati lakás lehetett, de látjátok, lakott. Legalábbis van egy lakója, aki folyamatosan a videóba ugat, de szerepelni akar. Egy fehér, hosszú farkú lakója, az biztos van. De a szabványos mávkerítés is látszik. És a peron vége. Hát látjátok, ugyanolyan megálló, mint a többi. Télvilágítás ugyanígy megvan. Az épület az lezárva. Se váróterem, se pénztár nincs már. De hát amikor még itt nem volt köfi, addig legalább a váróterem nyitva volt mindenhol. Még hogy egy kiadás, akkor már nem is lehetett mindenhol. Ezt most annak utána kellene nézni, hogy hol volt egy kiadás és hol nem. És innen még kb. 3 km Petőfi szállás. Arrafele tovább, ott látok a háttérben még egy épületet. Az is gondolom őrhely lehetett. Itt lehetett bejutni az ablakon át. Hengerelt sor, mint a... Ezek az old school villanykapcsolók. Ez is egy hagyományos őrhely. Nézzétek, tehát itt lehetett a konyha. Aha, kipucom le. Itt. Ez meg a spájz. Ha ezt tudtam volna, hogy itt az ajtón is be lehet jönni. És ott egy kerekes út. Ott még megvan a kerék, már csak a lánc nincs meg. És itt még megvan a villanyóda. Ilyen régi ajzék is megszakítók. Időközben már Petőfi szállás állomáson. És egyáltalán még Pottyantósban is van külön női, férfi, meg személyzeti. Egyébként felvételi épület, de mindjárt mutatom távolról is. És éppen benne áll egy személyvonat, ami Szegedre megy. És ez a minden bokornál megállós fajta. Hát ennek a párja fog majd jönni egy óra múlva. Amivel viszont félegyházáig el lehet menni. Hát most vagy megvárom, vagy elmegyek biciklivel félegyházára. Az elmúlt 10 km, nem egy nagy táv. És akkor itt van a felvételi épület. Ez is nagyon szépen meg van csinálva, de szolgálat az nincsen. És itt van az utcafrontja Petőfi szállásnak. És még egy kis emlékhely is van itt. Egy kerékpár. Egyébként pont tavaly állították. És közben megnéztem, van egy másik legalább, ezzel is feledkeztem, de Sejmes. És ez már az utolsó kis konfélegyházaig, innen már csak alig 4 km kis konfélegyháza.
És akkor elmegyek a pedon végéig, aztán vagy megállom itt a vonatot, vagy még elbiciklizek kis Kunfélegyházáig. Innen már tényleg nincs messze. Itt viszont felújították volna az épületet. Ugye érdekes módon pont ott van falazás, ahol szerintem a váróterem lehetett. Még az is lehet, hogy lakják. Még lehet, hogy lakják is az épület, és akkor ott volt a jelzés. Az a pályatelefonjelzés lett ott valószínűleg, amit szintén eltakartak. Na és ezt nézzétek, hát mégis van váróterem. Még hogyha nem is valami hatalmas, de van. És ezt az ablakot, ezt falazták be. Vagy legalábbis takarták be. A mindenre is jó OSB lap. És így néz ki Selymes megálló az utcafrontról.